Tisza Alpáron a szombat reggel hosszantartó traktormotor zúgással, pöfögéssel, dudaszóval indult, hiszen elindult a mintegy 150 traktorból álló látványos menet, a harmadik Tisza Alpári traktoros nap első programja, a felvonulás. A közel másfél óráig tartó menet a kátai sorra tartott, itt került sor az esemény megnyitójára, ahol a résztvevőket köszöntötte Gyűri Péter, a Tisza Alpári gazdakör elnöke, Ágoston Béla, Tisza Alpár polgármestere, és Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mácskiskunvár megyei elnöke. Mindhárman kiemelték beszédükben, hogy az elmúlt évek milyen nehézségeket jelentettek a gazdák számára, és bíznak benne, hogy az ilyen rendkívüli napokon kicsit le tudják tenni a terheket. Az elmúlt három év komoly nehézségeket okozott, a 22-es asszály. A tavalyi évjárat nagyjából, vagy időjárás nagyjából rendben volt, a piaci nehézségek álltak elő. Idén meg úgy nézik ki, hogy mind a két problémával szembesülni kell. Tehát így összefoglalva, a klímaváltozás és az agrárpiaci zavarok Európában nagyon komoly kihívások elé teszik a hazai, meg az európai agráriumot, úgyhogy ráfér erre a gazdatársaságra tényleg egy ilyen örömünnep. Gáspár Ferenc elsőként megköszönte Győri Péternek, a Tisza Alpári gazdakör elnökének azt a nagy munkát, szervezést, ami a rendezvény létrehozásához volt szükséges, és ő is az összefogást, az összejövetelek fontosságát hangsúlyozta. Szükség van ezekre az összejövetelekre, én nagyon szívesen támogatok minden olyan egyes rendezvényt, legyen ez traktorosnak, vagy közös disznóvágás, vagy bőlérfesztivál, ahol két gazdaembernek lehetőség van arra, hogy egymás mellé sodródjon, és tudjanak beszélni közösen a bajaikról. Én azt gondolom, a mai világból nagyon hiányzik ez. A köszöntő után elsőként a traktorok időmérő ügyességi versenye indult el, ahol volt szlalom, tolatószlalom, gödrönáthajtás és egy speciális elem, a cipzár. A nap folyamán megmérkőztek egymással a gyorsulási és erőhúzó versenyen is a járgányok, gyári traktor és épített traktor kategóriában. Na, akkor lehet szurkolni Kozsony Zoltánnak. Ópusztaszer, Bugyi, Lajos Mizse, Nagykörös, Kiskunfélegyháza, Helvécia, Jakabszállás, Csongrád, Szentes, csak néhány helység azok közül, akik megmérettettek augusztus 3-án a Tisza Alpári gazdakör szervezésében megtartott traktoros napon. A rendezvény este 6 óráig tartott, ekkor volt az eredményhirdetés és a díjátadás a traktoros nap legjobbjainak.